Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti TV hírműsorát látják. Az elkövetkező évtizedek egyik legnagyobb kihívása lesz, hogy miként lehet szabályozni a nagy multinacionális vállalatok túlhatalmát. Az igazságügyi minisztériumban munkacsoport alakul a kérdés áttekintésére, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás és a tech cégek által gyakorolt cenzúra szabadsága, mi a helyzet az adózás az adatvédelem terén. Erről Varga Judit, igazságügyi miniszter beszélt a Sziget Fesztivál Európai Uniós pontján. Az országokhoz nem köthető határokon átívelő tevékenységet folytató nagyvállalatok szabályozására, uniós és nemzeti szinten egyaránt újra át kell tekinteni. A tech cég működése nem átlátható, nem ellenőrizhető, nem biztos, hogy ott fizetnek adót, ahol a bevételük keletkezik, mondta az igazságügyi miniszter az EU és a Facebook társadalom kihívások és megoldások című előadásában. Varga Judit a jelenlegi helyzetet elsősorban azért tartja aggályosnak, mert, mint fogalmazott, ezek a cégek egyre inkább politikai és társadalmi aktorokként lépnek fel a világban. Nem csak arra koncentrálnak, hogy a maguk területén jobbá tegyék a világot, hanem próbálják a mögöttük álló tulajdonosok meggyőződése szerinti világképet ráerőltetni a felhasználókra. Például a Facebooknak nem dolga, hogy cenzúrázzon bizonyos migrációval kapcsolatos híreket jelentette ki. Világosan fogalmaztam korábban Tóbiás Józsefnek az országgyűlés őszi ülés szakáig kell egyértelművé tennie, kitölti-e mandátumát. Így válaszolt Tóth Bertalan a népszavának arra a kérdésére, hogy elbeszélgetette már a teneiféről ingázó pártársával arról, marad-e országgyűlési képviselő vagy sem. Ezzel az országos MSZP után maga a pártelnök is ultimátumot intézett Tóbiáshoz, mint ismert júliusban derült ki, hogy Tóbiás József az MSP volt elnöke bukása után a Kanári szigetekre költözött a családjával. A politikus gyerekeinek, gyerekének egészségügyi problémáival magyarázta a történteket, és egyúttal azt is elárulta, nem végleg költözött Tenerifére de a döntés miatt havonta többször repülőre kell ülnie. Lendvai Ildikó, a szocialisták volt parlamenti képviselője, élesen bírálta pártársát, az ide-oda utazgatással kapcsolatban pedig azt mondta, ez így nem mehet tovább. Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a magyar kormány és a Microsoft közötti korrupciós ügy kivizsgálásának érdekében az MSP jelentette be a párt frakcióvezető helyettese. Harangó Tamás emlékeztetett, egy amerikai vizsgálat derítette ki, hogy 2013 és 2015 között a Microsoft indokolatlanul nagy kedvezményekkel adott el és szervizszerződéseket olyan közvetítő cégeknek Magyarországon, amelyek ezeket már piaci áron értékesítették tovább kormányzati intézményeknek, többek között a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak és az Országos Rendőrfőkapitányságnak. E-mailek is előkerültek, amelyek szerint a cég magyar vezetői és a kormány tagjai egyeztettek ezekről az üzletekről, így a kormányzati összefonódás és háttér egyértelmű ebben az ügyben, mondta az ellenzéki politikus. Türmer Gyula pártelnök, a munkáspárt főpolgármester jelöltje jelentette be Kakacs Magdi, a párt alelnöke. Türmer Gyula szerint a munkáspárt segítő önkormányzatokat szeretne létrehozni, annál inkább, mert ilyen programot egyik főpolgármester jelölt sem ajánl. Ők titaságot, harmonikus közéletet és párbeszédet kínálnak a választóknak, mindemellett megfizethető bérlakásokat, ellenőrzött közkiadásokat, ügyeletes közillem helyeket és rende, rendes, utakat is. Az augusztus 20-i légi Parádi előkészületei miatt kedd délután megnövekedett zajhatásra lehet számítani Budapest fölött. A Duna Parlament és Lánchíd közötti szakaszán közölte a Honvédelmi Minisztérium. A HM azt írta az augusztus 20 i ünnepik program sorozat részeként, jövő kedden délelőtt a Magyar Honvédség csak nem egy órás légiparádé keretében mutatja be rendszeresített, és a közeljövőben rendszerbe kerülő légi a Duna felett. Ennek előkészítéseként kedden, tartaléknap szerdán, 14 és 15 óra között három katonai helikopter méri fel a légi parádé helyszínét. Budapesten, a Duna Parlament és láncét közötti szakaszán, ezért ebben az időszakban megnekedett zajhatás várható, valamint részleges folyamzárra lehet számítani. Olvasható a közleményben. Külpolitikai híreink. Egy látszólag apró beruházási ügy miatt új választás jöhet Olaszországban, mondta Szomráki Béla, Olaszország szakértő. Hozzátette, az előrehozott választások lehetőségét Matteo Salvini belügyminiszter jelentette be, miután a nagyobbik kormánypárt, az Ötcsillag Mozgalom benyújtott egy javaslatot a Torino és Lyon között tervezett gyors vonat építésének leállítására. Ezt a kisebb kormánypárt a Salvini által vezetett liga nem támogatta. A szakértő szerint a kormány koalíciónak létre sem szabadott volna jönnie, hiszen a két pártnak szinte minden témában eltérő a véleménye. Egyedül a migrációs kérdésekben értettek valamennyire egyet, amely fő probléma volt a térségben, hiszen a 2017-es felmérések szerint a tengeren keresztül érkezett migránsok 70%-át fogadta be Olaszország, magyarázta. A Liga egy előrehozott választáson előnyös helyzetben lenne, mint az öt csillag, előnyösebb helyzetben lenne, mint az öt csillag mozgalom, mivel a nagyobbik kormánypártnak a tavalyi választásokon mért támogatottsága megfeleződött. Most csak 17%-os, mondta Szomráki Béla. A bukaresti kormány összetételének és programjának megújítására szólította fel Viorika Dancsila, szociáldemokrata miniszterelnököt, koalíciós partnere, a liberális áldét vezető Karim Popescu Trajcsánú szenátusi házelnök. A kisebb kormánypárt elnöke az infrastruktúra fejlesztéstől elvont erőforrások miatt bírálta a kormány által hétfőn elfogadott költségvetés kiigazítást. Trajcsánú szerint a kormány jelenlegi összetételében alkalmatlannak bizonyult a nagyszabású beruházások megvalósítására, ezért az állami intézmények reformjára, a kormányprogram megújítására és egy olyan kabinetre van szükség, amelynek tagjait hozzáértésük alapján választják ki. Trajcsánú augusztus 20-áig adott ultimátumot Dancsilának, hogy javaslatot tegyen a kormány szerkezetének és összetételének módosítására. Kimondhatatlanul is, kimondatlanul is arra utalva, hogy ellenkező esetben pártja kivép a kormányból. A bukaresti kormánykoalícióban azt követően keletkezett feszültség, hogy a PSD nem volt hajlandó elfogadni Trájcsánot, a koalíció közös államjelöltje, államfőjelöltjeként és saját elnökjelöltet akart indítani Dancsira személyében. Mohamed Javad Zarif iráni külügyminiszter azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy olyan puskaporos hordóvá változtatja a Perzsa öböl térségét, amely csak a szikrára vár. A térség robbanásra kész puskaporos hordó, mert Amerika és szövetségesei elárasztják fegyverekkel, hívta fel a figyelmet Zarif az Al Jazeera Pán Arab hírtelevíziónak adott interjújában. Rámutatott, az öböl víziója keskeny és kevésbé biztonságos lesz, ha emelkedik rajta a cirkáló külföldi hadihadók száma akkor a hormúzi szoroson áthaladó tengeri kereskedelem biztonsága az amerikai-iráni konfliktus egyik gyújtópontja. Az elmúlt időszakban többször követtek el szabotázs olajszállító tartályhajók ellen, amelyek mögött Washington az iszlám köztársaságot sejti. Elfogták az izraeli biztonsági erők Cisjordániában a csütörtökre viradóra megölt fiatal izraeli katona gyilkosait, közölte a Simbit izraeli belbiztonsági szolgálat. A két palesztin férfi, az egyik 24, a másik 30 éves, a Hebron melletti Beit Kahilból származik. A fiatalabb a radikális iszlamista palesztin Hamas szervezett tagja. A 19 éves izraeli Dvir egy katonai jesiva a vallási iskola diákjának holtestét Csütörtök hajnalban találták meg a cisjordániai Migdálaos kibuc közelében a Gusecion települési blokkban. Az áldozat polgári ruhában volt, testén számos készúrás volt látható. Az izraeli hadsereg közlése szerint a gyanúsítottak letartóztatásakor a katonák azt a gépkocsit is elkobozták, amelyet a merényletkor használtak. A Beit hilban tartott razzia során mintegy száz palesztin kövekkel dobálta a katonákat, akik feloszlatták a tüntetést. Gazdasági híreink. Az építőipar termelése továbbra is dinamikusan nő, az ágazat teljesítménye idén 30% körül növekedést érhet el. Így kommentálták szakértők a Központi Statisztikai Hivatal jelentését az építőiparról. Koi László az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke elmondta, hogy a második fél évben is magas lesz az építőipar teljesítménye, de a növekedés dinamikája csökkenni fog, mert a múlt év második fél évében nagyon magas bázis számokat mértek. Koyi László szerint az építőipar a második negyedévében több mint 30%-kal bővült, így ez az ágazat mintegy 1,2% ponttal járul hozzá a GDP második negyedévi növekedéséhez. Horváth András, a takarékbank vezető elemzőjének kommentárja szerint az ágazat évelején mért magas teljesítménye után szemmel láthatóan lassul az építőipari konjunktúra, de továbbra is növekedést tapasztalható. Az elemző szerint az a kérdés, hogy a lassulást mennyiben okozzák átmeneti hatások. Példaként a szakemberhiányt és a 27%-ra 27 visszaemelkedő áfát említette. Híreinkről bővebb információt a www.brajerpress.com, illetve a heti tvcom olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Hazánkban kedden délelőtt a Tiszántúlon derült, vagy gyengén felhős marad az ég. Az ország más részein megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható zápor, zivatar. Délután a Dunántúlon és a középső tájakon felhős időre készülhetünk záporokkal, zivatarokkal. A keleti ország részben folytatódik a gyengén felhős napos idő. A szélnap közben erős északnyugati lesz. Hajnalban 19-24 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 24-33 fok között alakul, késő este 18-23 fok lesz. Köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!